Az eredetileg tervezett hétfő helyett kettől, de kötelező lesz a koronavírus elleni védettség igazolása az állami dolgozóknak Horvátországban. Aki nem kapott oltást és nem is esett át a fertőzésen, annak hetente kétszer kell teszteltetnie magát, amit egyelőre ingyenesen megtehet. A rendőrségen, a minisztériumokban, a bíróságokon és a hivatalokban szintén kötelező lesz a védettségi igazolás használata a látogatóknak is. Az egyetemek dönthetnek arról, hogy bevezetnek-e hasonló szabályt. A négymilliós milliós ország a járvány eddigi legerősebb hullámával küzd. Naponta 6-7 ezer új esetet és 50-60 új áldozatot jelentenek.